Régóta mesélek róla, és végre megjött a Panasonic-tól a Lumix GH5. Itt fent oda van írva a GH5M, ez egy kittes doboz, amit kaptam. Itt látjátok, rá van írva, vagy rá van rajzolva, hogy van hozzá még egy extra objektív, méghozzá egy 12x60-as. Mostában a standard, azt hiszem régen 20x55-ös volt, de 3,5-től azt hiszem 6-ig van az f5,6-tól van igazából itt a Power OIS-nek a fénye. Értéke, tehát tűrhető, de hát egy standard, úgymond 200-300 eurós objektív van benne ebben a 2000 eurós csomagban. Jól hallottátok, egy olyan 200 ezer forintba kerül így a kamera, 200-at mondtam? Rosszul mondom, 600 ezer forint, 2000 euró. Amit most kicsomagolok, eddig a GH4-et használtam az előző 3 évben, amivel elkezdtem 4K-ban videózni. Ez is tud még 4K-t, 60 FPS-es 4K-t tud. Most mindjárt arra átváltok, hogyha mindjárt kicsomagolom azt a hangszórót hátul a kertben, hogyha ezt kicsomagoltam és beüzemeltem, és onnantól kezdve a GH4-et, mint másik kamera fogom hozzá használni majd, hogyha szebb felvételeket csinálok. Plusz, persze majd még kapok egy új objektívet hozzá, egy új lencsét, arra leszek kíváncsi itt a GH5-höz. Most csak persze bemutatom nektek, hogy mit tud ez az új kamera, mert nagyon várom, persze ez is megint fekete színben van, azt hiszem Ázsiában ilyen pirosokat meg fehéreket is árulnak ilyesmiből, és persze japán a gyártó, és mit kell még róla tudni, itt a csomagon külön még csak olyanok van, ami rárajzolva, hogy persze az új SD kártyákat is tudja használni, az SDXC1-es, meg kettes sebességű U3-as klászot, ami azt jelenti, hogy ebben még gyorsabban lehet írni rá majd, és hogyha kinyitjuk egy kicsit a dobozt, azt is látjuk, hogy mit találunk majd benne, de ezt úgy is megmutatom most ebben a kicsomagoló videóban. Tehát elsőként itt úgy látom, kihagyták az olvasnivalót, azt hinni az ember, de nem, itt a másik oldalt itt van egy nagy könyv, vagy sok kis könyv inkább, leírás, reklám, mindenféle, hogy miket lehet még ezt venni. Ezt kiemeljük, ebben nem tudom, hogy itt mi van majd. Itt is még egyszer le van írva szövegben, hogy mit találunk majd a dobozban. Persze ez most itt a német változat, tehát németül, franciául és japánul van beleírva. És akkor itt jobb oldalt van a lencse, bal oldalt a töltő, hogy hülyeséget beszéljek, ez a body. Ezt amúgy lencse nélkül 1700-800 eurót lehet kapni, az elején elég nehéz volt kapni az új GH5-öt, mindenki kellett próbálni. Itt a lencse, ezt mindjárt megmutatom, mit tud. Itt a kamera, amúgy dizájnra eléggé hasonló maradt, mint a GH4, ugyanúgy a GH3-ra, a GH4-re is nem sok nem változott, de itt egy kicsit azt hiszem vastagabb lett a háza, egy-két dolgot, amit a GH4-hez már használtam, mint az interfészet, kipróbálom majd, hogy még mindig működik, hogy rá sem dugni külső mikrofonokat, még ilyeneket, amiket nem nagyon látjátok, hogy használok sokszor, de azért érdekes tudni. A töltő, meg a töltő, mármint hogy az aksi is ugyanaz maradt, hogyha jól emlékszem. Még mindig sajnos külső töltőt kell használni, nem tudjuk USB-be feltölteni, és itt látjátok, még mindig ez a BLF19E aksi van, ez most éppen januárban lett lejártva, és pont ami most láttátok, ebben lesz gyorsabb elvileg a GH5, hogyha ide tartok valamit a képbe, akkor gyorsabban fokuszál, itt is már eltart ilyen 2-3 másodpercig, de ezzel reméljük majd gyorsabb lesz. Van egy kábelünk persze a töltőhöz, van ez a nyakba akasztható GH5 cuccunk, hogy tudja mindenki majd, hogy GH5. Csöpög a víz. Egy USB-C kábelt is kapunk hozzá, USB-től USB-C-re, tehát USB-3-mal gyorsan át tudjuk küldeni majd a képeket, de sajnos nem tudjuk USB-vel feltölteni a kamerát. És ez itt, nem is tudom mi akar majd lenni, külső adapterek, vagy majd kitalálom. Azt hiszem ennyi is volt. Tehát már nincsenek ilyen AV kábelek, meg hasonlóak. Marad az, hogy mutassam nektek az új kamerát, amit azt hiszem már bemutattam amúgy nektek januárban a CES-en, akkor lett úgy bemutatva, hogy most már hamarosan kapható lesz. Itt oldalt ezek a videók itt kicsit mozognak, tehát oldalt itt az SD kártyát már bele tudom rakni, amit most már dupla SD kártyolvasó is. Mindenféle dolgot be lehet átenni rajta, például az, hogy mind a kettőre írjon ugyanazt, egyre írjon, aztán hogyha tele van, akkor másikra folytassa, és akkor persze mindig ki lehet venni közben, amiközben be van a készülék kapcsolva, annyi, hogy ki kéne kapcsolni, és nagyon szépen váltja egyikről a másikra majd itt a tudást. Hogyha megnézzük a másikulat, mi van, akkor itt rá van írva, hogy egy USB csatlakozó, meg egy HDMI csatlakozó van, majd itt teljes méretű HDMI most már. Itt, hogyha ezt felhajtjuk, akkor látjuk, hogy egy mikrofont is be tudunk dugni, és persze még egy
hangszórót, vagy elnézést, felvatót, vagy hangszórót itt, és egy mikrofont majd itt találunk, mint bemenet, de hát még mindig persze profi videósoknak tökéletes. A tetején továbbiabban itt a piros gomb, ami most már nem hátul van, hanem most már fent, de különben persze, hogyha fotózni akarunk, előtt a fotógomb, és minden más eléggé hasonló marad, mert csak egy összehasonló videót is előről. Ide rakjuk majd a lencsét, és alulról látjuk, hogy ide jön majd az interfész, még egyszer ide belerakjuk az aksit. Jó nagy aksi, még mindig sokkal további a elvég, mint a Sony készlékek, de egy kicsit rövidebben, mint majd a GH4, és itt elől megmutatom nektek röviden a szenzort, ami persze még jobb, még gyorsabb, és persze itt majd a kukkulón lehet majd átnézni, még mindig itt van az érzékelő, Zsófi nevet a háttérben, a kukkulót mondtam. Különben, ami tényleg nem változott sok minden, a képernyő lett, azt hiszem magasabb felbontású, majd megmutatom nektek. Még mindig ugyanígy lehet megforgatni, lefelé egy kicsit. Na, most már nem lehet 90 fokban lefelé, de hát így is régen is elég, és különben így teljesen vissza lehet fordítani. És nézzük meg a lencsét, amit adnak hozzá. 12x60, ahogy említettem, hogy is hívják, valahol le volt írva, mondjuk itt előbb mindig be van.